Először is Zayed al-Hussein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa, egy szélsőségesen bevándorláspárti nemzetközi hivatalnok, ezt már több esetben is bizonyította. Ő az ENSZ emberi jogi főbiztosi pozícióját jelenleg arra kívánja felhasználni, hogy elismertesse a migrációt, a migrációhoz való jogot, mint egy alapvető emberi jog. Na most erről két dolgot hadd mondjak, hogy egyrészt ez egy jogi nonsens, mert a nemzetközi jog világosan rendelkezik az alapvető emberi jogokról, amelyek között semmilyen módon nincsen ott a migrációhoz való jog. Másrészt pedig ez egy rendkívül veszélyes megközelítés, ennek a hatásait, mármint hogy a tömeges vándorlásnak a hatásait itt Európában már éppen eléggé érzékelhettük az elmúlt években. Az ilyen megközelítés, amely szerint a migrációnak alapvető emberi jognak kéne lennie, csak a tömeges vándorlási folyamatokat inspirálja, az pedig ellentétes a biztonsági érdekünkkel. Természetesen megvívjuk a harcot az ENSZ emberi jogi főbiztosával szemben, mindegy, hogy milyen képtelen váddal fog illetni minket az elkövetkezendő időszakban, mi egyetlen illegális bevándorlót sem fogunk beengedni Magyarországra. Ugye Zayed al-Husszeinnek a migránsok a fontosak, nekünk meg a magyar emberek a fontosak. Ezért a globális migrációs kompaktról szóló vitában a jövő hétfőn, ahol én fogom képviselni New Yorkban a magyar kormány, szintén világossá fogjuk tenni, hogy a szuverenitásunkból és a biztonságunkból egy tapottat sem vagyunk hajlandók engedni. Végezetül pedig még egyszer szeretném aláhúzni, hogy én azt gondolom, hogy az ENSZ emberi jogi főbiztosa az a pozíciójához méltatlanul viselkedett. Egy tagállami befizetésekből remek fizetéssel rendelkező nemzetközi hivatalnok nem viselkedhet így, nem beszélhet így, nem indíthat harcot egy demokratikusan megválasztott miniszterelnökkel szemben. Ezért továbbra is tartom az álláspontomat, az ENSZ emberi jogi főbiztosának le kell mondani.